Hölgyeim és Uraim, hát tényleg előtt szeretném megköszönni a Bibó István Közéleti Társaságnak ezt a megtiszteltetést, hogy engem majd meghívtak, mint egy ilyen jogtudós dinoszaurusz a múlt századból. Igazából úgy érzem magam, mint akit a múzeumi vitrínből elővezetek, kitömött barbáriát, és az alkalmaz illően, miután a közigazgatási bíráskodásról kell beszélnem, ez rohadtul unalmas lesz. Noár magasra tette a lécet, megpróbálok egy kódbécet, hogy mondjam, válaszolni az ő általa földobott magas labdára, ami a témához szorosan kapcsolódik majd. De Bibó 1944-ben a következőt írta. A modern jogállam nevét csak az olyan állam érdemli meg, mely a végrehajtó hatalom bármiféle jogsértő aktusával szemben lehetővé teszi a pártatlan fórumhoz való fordulást. A jogállam gondolata tehát végeredményben annyit jelent, hogy az eddig izoláltan különválasztott bíráskodó hatalmat organikus egyensúlyozó tényezőként építi bele a törvényhozó és a végrehajtó közötti harcba. Bibónak ez a gondolata ugye megpendíti rögtön azt, hogy ennek az egésznek jogállamban van értelme, de ott nagyon nagy értelme van, ott garanciális értelme van, hogy bírói kontroll alatt működjön a végrehajtó hatalom, a közigazgatás. Hát az, hogy önnek milyen jelentősége van ezt a bármelyik elmúlt napnak a történéseiből pontosan láthatjuk, hogy a Palkovics miniszter úr nem egyszerűen törvényt sértetben hajtja végre. A költségvetési törvényben ilyen év szerint felsorolt az akadémiai intézetek fenntartására, hanem pályázatot írt ki rá. Ezzel ugye nem, hogyha én csinálom ezt valamilyen közpénzzel, akkor a sikkasztása. A miniszter úr esetében ez sokkal súlyosabb, ez költségvetési csalás. Amit ő hozzátesz ehhez, hogy most kiküldött egy ilyen igénybejelentést, nem itt ugye a házmesterek szóltak a lakóknak, hogy kinek mennyi ilyen sószórunk kell, hogy tessék megpályázni azt a pénzt, ami a költségvetési törvényben törvényileg neki már oda kellett volna adni, akkor ő a költségvetési csalás bűncselekményét nem csak elköveti, hanem felbújtóként felbújtja azokat a címzetteket, akiknek kiküld, hogy kövessék el ők is a költségvetési csalás büntetét, amivel ezek a pályázók testetesekké válnak a költségvetési csalás büntetében. Na, ennyit a magyar jogállamnak, ketten fog szavazni az akadémia elnöksége arról, hogy milyen tanácsot adjanak 5000 kutatónak, illetve ennek a 15 kutató központnak. Tehát a helyzet nagyon tréfás, azt mondhatnám, hogy ilyen kabaré tréfába illő helyzet. Kellért Dezsőnek voltak ilyen írásai, ha ilyenről biztos írna egy jó. Ebben a konstellációban azt hiszem, megint Bibóra utalok, hiszen nagyon lényeges, hogy legyen egy tüske a köröm alatt. Szóval a végrehajtó hatalom körbe alatt legyen egy tüske. Tegnap ugye Jávor Benedek megnyerte másodfokon jogerősen a Paks 2 adatainak kiadására szóló terét. Ez most felülvizsgálat révén elmehet a kúriára. A sajnos az a helyzet, amikor a miniszterelnök óvodásokkal kampányolt, és az Országos Választási Bizottság ezért pénzbüntetéssel sújtotta, és ezt a kúria megerősítette, akkor a kormány az alkotmánybírósághoz fordult, amelyik egy olyan döntést hozott, amire elmúlt hatáskörre felfüggesztette ennek a határozatnak a végrehajtását. Nem tudom, hogy elmúlt 300.000 forint a miniszterelnök, ezért szóval az egész mutatja, hogy az alkotmánybíróság bizonyos alapkörösségben, hogy nem is áll, de meg kell, hogy mondjam, hogy éppen tavaly voltam szakértő egy közigazgatási per ennek az összes fokozatában, és ott éppen a kúrián vérzett volna el a
dolog, tehát látszik, hogy a csápok már nagyon messzire nyúlnak, és a véletlennél fogva éppen a, én javaslatom, hogy akkor most az Alkotmány Bírósághoz forduljunk akkor, pedig a Pelasszal, amelyik a kúriának ezt a nagyon, nagyon kilúgó nullát ítéletét megsemmisítette, tehát Lékás Lajos akadémikus azt mondta, hogy ezek szerint helyreállt a jogállat, csak hogy ebben lehetne bízni, hogy mindig is helyreáll ilyen helyzet. Tehát ez mutatja ez az egész, hogy egy ilyen cirkuszi jelenetek vagyunk a tudja, hogy igazából az ember nem bízhat abban, hogyha a törvény ezt mondja, akkor az is lesz, hanem személyfüggővé vált, ahogy Balázs Péter segítette ezeknek az intézményeknek a működése. Engedjék meg, hogy fölhívjam, tehát most az első tétel, vagy első felvonás, a figyelmüket arra, hogyha a kúria, a Paks 2-t meghozó bíróság életet hoz, tehát közigazgatási bíráskodást végez, akik valami nem stémmel. Tudjátok, miért kell január 1-től a közigazgatási bíróság, amit ugye a Trócsányi miniszter úgy ad elő, hogy régi adósságunkat törlesztjük, és ugye, ahogy mondta elnök úr, hát én háborodtam 87-ben, hogy kellett közigazgatni, most tessék, megkaptam, hogy akkor ez miért is van ez a törvény, és ebben az előadásomban szeretnék erre rávilágítani, hogy miért is, amely kapitális átverésről van szó, azt persze lehet sejteni, de gondolom ezt azért nem mindenki tudja. Tehát ez az első kérdés, hogyha van, akkor minek kell. A második kérdés, amit egy előjáróban még elmondanék, ez ennek a törvénynek a létrejöttet. Én nagyon ajánlom mindenkinek, roppant szórakoztató, az országgyűlés honlapján a jegyzőkönyvek, alkönyvtárban a múlt év december 12-től, még ez a december 12-i dátumra látható, ott van egyébként valóságműen közhitelesen a jegyzőkönyv. Tehát el lehet olvasni, mi történt aznap, nem csak a Tordai Bence között, tényleg le van írva, és azt néztem meg, hogy állapították meg akkor a határozat képességet, például az első lépés, a közög érvényessége ennek a törvénynek adott, hogy határozat képes volt az országgyűlés. Tehát le van írva az a káosz, meg hogy viszik a hordozható mikrofont a Lapraczai úrnak, ez is ugye zárójelet meg majd egyezve. És a Lapraczai úr ugye felhívja, hogy nyomják meg a gombot, tegyék be a kártyájukat. És a következő közben kiabálás az, hogy kártya nélkül is működik, a gépemlékeznek erre, gondolom mindjárt. Tehát ettől a pillanattól kezdve a dolog roppant mulatságosá vált, de Lapraczai úr nem, meg sem rezzent, megalapította, hogy 127-en vannak jelen, tehát határozat képes az országgyűlés. Az első napirendi pont, ezt felírtam magamnak, egy nemzetközi egyezmény arról a kínai népköztársággal, hogy a Fudani Egyetem Magyarországon oktatási tevékenységet fejtett ki, kérem szavazzanak, 3 másodperc volt közel, szavazás eredménye 130 igen. Tessék megnézni ott van. Szóval ezek után ugye az így az alkotmánybíróság előtt a közögi érvénytelenség az egyik érv. Én számomra kétségtelen, hogy itt közögi érvénytelenségről van szó. Úgyhogy most leülhetnék azzal, hogy akkor nincs miről beszélni, mert hogy egyrészt van közigazgatási bíróság, másrészt, amit hoztam, hát közögi érvénytelen, akkor borzasztóan kínos nekem most elmagyarázni nekem, hogy mi van a 60. paragrafusban, de ugorjunk neki. Szóval visszatekintve törvény, jogtörténetileg a dologra azért, mert éppen Hangó Tünde múlt héten nyilatkozott, hogy hát a visszatérve a jogi tradíciókhoz, az első magyar közigazgatási bíróságot 1896-ban hozták létre. Ez a kor szellemének megfelelően igyekezett nem túl keményen fellépni a végrehajtó hatalommal szemben, azzal, hogy a bíróságok akkor más világot ne szóljanak bele abban, hogy mit csinál a másik hatalmi állam. Azért mondom, hogy ez más világ volt, de közben lett két világháború, aminek a
végén, ugye a már régóta érlelődő emberi jogok, alapvető jogok, szabadságjogok, gyülekezési jog, vélemény, nem akarom ezeket. Ezek azért 1896-ban nem voltak központi kérdések, mert pedig ezek azok, amelyek az államhatalom, a végrehajtó hatalom támadásainak azóta a leginkább kivannak téve. Tehát az, hogy mi volt 1896-ban, ez őszintén szó, hogy a mai törvény nagyon sokban hajaz arra a törvényre, ez csak azt mutatja, hogy éppen ezek ellen az alapvető jogok elleni támadások elhárítását célozza ez a mostani törvény. Ezt a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság egyébként nagyon jól működött, a Közigazgatási Bíróság, ezt 1949-ben Rákosi Erfás hatályon kívül helyezte, nem csak ő mindenhol itt a környéken, egyszerűnek találta, hogyha egyáltalán nincs ma, úgy találják, hogy csinálunk egy másikat, amelyik majd azt csinálja, mindjárt elmondom, hogy nincs. Nyilván Rákosi Erfás abból indult ki, hogy ő ilyen kellett dezsőit réfában beteszi ki magát, hogy mondjuk megjelenik éjjel egy óra, akkor az AVH-s átnyitja a kitelepítési határozat, hogy 3 órakból vagy jönnek a teherautóval, mire a címzőt azt mondja, hogy ne jöjjenek vissza, én megyek a Közigazgatási Bírósághoz. Hát ez akkor kulacságos volt. Volna tehát ez megszűnt. Olyannyira szűnt meg, hogy én az egyetemen erről nem hallottam. Képzeljék el, hogy 42 éves koromban jutottam ki a Freiburgi Egyetemre Humboldt ösztöndíjjal, és ott az esti hírekben láttam, hogy egy ilyen trágyás, gumicsizmás úr jön ki egy vasvillával egy istállóból, és a riporter kérdezett, hogy merészelik önök beperelni a Daimler-Benzt, amikor hát ki van sajátítva neki egy ilyen tesztpályára az önök telkeát, most az a nyavajás telek, és ez a Németország legnagyobb, egyik legnagyobb vállalata, hogy ez mégiscsak micsoda merészség, mert mondja a riporter, szóval ez hírértékű. Volt, hogy 12 paraszt beperelt a Daimler. Benz, mire a Paliad rápahozott a vasvillára, és azt mondta, hogy hát ennek semmi jogalapja, ennek jogalap, csak néztem, hogy onnan lesz egy jogalap, én sem merek ilyeneket mondani. Hogy hát ennek nincs jogalapja, és ők a közigazgatóságra. Elmentek, megnyerték a terkük, maradt, tudják, hogy jogalapot lehetett vitatni, és akkor földerengett bennem, hogy valami rémlik, hogy kártérítési jogból tanultam, hogy a kisajátítási határozatot az összegszerűség tekintetében meg lehet támadni, ezt el is mondtam az államvizsgán, de ott esett le a tartoz, hogy de a jogalapot nem lehet megtámadni, tehát egy törvénysértő kisajátítás az nem támadható meg, hanem az, hogy mennyi, talán emlékeznek, hogy voltak ilyen perek, vagy ennyi forint, vagy annyi forint. Ő elmette másnap a konzulás professzorhoz, és megkérdezte tőle, hogy mi ez a felváltungsgerik. És hát ő nagyon komoran nézett rám, és mondta, hogy hát mégiscsak az Humboldt ösztöndíjas, 42 éves docens, hogy mi ez a kérdés azért ez egy kicsit. Hát ő nem hallott arra, és mondom, nem hallott. Ez teljes titokban szüntette. Szóval nem tudom próbálni, csak elmondta, nézze, az úgy van, hogy, és elmondtam, hogy mi a és akkor nagyon szomorú lettem, és megírtam ezt a bizonyos önöknek csatolt cikket, amiről érzékeltem, hogy ebből könnyen baj lehet. A professzornak elmondtam, hogy elküldtem 3 példányba az Élet és Érdem szerkesztőségének, 1-2 a feleségének, 3 a szomszédnak, mert minden postán föl tépve jött egyszer a professzor titkárnője, megkérdezte, hogy mondja erről, és mibe kerül ez önöknek. És érdekes, hogy mind a 3 megjött, az Élet és Öröm pedig közölte, és aztán illetve üzentek, hogy vezércikre fogják egy hét múlva. Szóval a professzor, azt mondom, hogy hát köszönöm a termékeny talajra hullott a felvilágosítása, egy hét múlva megjelenik. Erre a professzor égnek mered hajjal közül, hogy mit csinált maga. Hát én 20 évre voltam ítélve egy szovjet katonai bíróságtól, 5 évet bányába töltöttem. Hát én ismerem belülről a rendszert, mondom, most haza megy és elvegyik vissza. Hát itt van a munkája, elveszik az útlevelét, tehát ez nem viccel, stb.
Hát akkor már utol volt az Englischer Gartenben székelő Szabad Európa Rádió egyik Madász János nevű politikai elemzőjéhez, aki egy komitácsi a családtával rokonul, ugyancsak elküldtem a kéziratot, hogy mi a véleménye, és hát egy kicsit fölhívtam figyelmét, hogy bemondhatja. Tomi bácsi posta fordult el, hogy visszajött, és azt mondta, hogy Imre, hogy tehettél ilyet, ne provokáld a hatalmat, ebből rettenetes baj lesz, és ne írtál el ilyet. Na de az, hogy ez tényleg a hatalom szívét érinti, és hogy mi a közigazgatás, és azt naponta mondtam meg, hogy egy hét múlva a megjelenés délutánján megcsinálta a telefonon. Két következtetést mondtam le belőle róla. Az egyik az, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy garanciális kérdés, és hogy ez nagyon fáj a hatalomnak. Tudjuk, a telefonnál egy régi kedves barátom, a parlamenti államtitkár volt, közölte, hogy Németh Károly elvtárstán, emlékeztek, az elnöki tanács elnöke volt, egy ilyen tiszta képű, ilyen cipész, idas kis, egy olyan jobb, mint a Szabó Inas, ugye a 50-es évekből, ugye cipész, idas külsei úr üzeni nekem, hogy fel van háborodva, és a Vénra, szóval a Vörös, a te haverodban meg neked ne étkáljon ilyeneket, és hogy tanulod. Úgyhogy ez az üzenet, ne így mondtam, hogy már megírtam, úgyhogy nem szoktam ugyanezt kétszer leírni, nyugodjanak meg, de gondolhatják, hogyha pár órán belül ezekben a magasságokban kitört a balhé, akkor annak volt valami oka. Finálé, és akkor átérek a új törvényre. A finálé az egy kicsit megrendítő, vagy én megrendültem, szinte napra pontosan 3 év múlva az Alkotmánybíróság tagjaként aláírtam azt a határozatot, amelyik törölte a polgári törvénykönyvből azt a megszorítást, hogy a viszonyítási összegszerűség tekintetében bírósághoz lehet fordulni, maradt az, hogy bírósághoz lehet fordulni. Tehát az Alkotmánybíróság egy határozattal bevezette, visszaállította Magyarországon a közigazgatási bíráskodást, a dolog később intézményesek létrejöttek, tehát a törvényen létrejöttek a közigazgatási törvényszékek, az egységes, olyan lényeges az egységes bíróság rendszeren belül, első fokon, másodfokon pedig a kúria, közigazgatási kollégiuma, és ez a verkői kitűnően működik, nem hallottam senkit, aki panaszkodott volna, hogy viszont rettenetesek ezek a határozatok. Mondok egy példát, 2017-ben a kúria közigazgatási kollégiuma például olyan határozatot hozott, amiben kimondta, hogy nem elegendő egy terület lezárását elrendelő TEK határozat, a TEK egy bejelentett rendőrséget a tudomásról vett demonstráció ellenére lezárta, azt hiszem a Kossuth teret azzal, hogy védett személyt arra, tehát felülbírálta a rendőrség, és a kúria kimondta, hogy a TEK-nek semmi köze, ahhoz nincs hatásköre, kizárólag a rendőrség illetékes abban, hogy engedélyt adjon, tehát a TEK által elrendelt személybiztosítási intézkedés nem írhatja fölül a rendőrségnek. Na most ilyen, szóval én értem, hogy most a végrehajtó hatalomnak kinyílik a bicska zsebéből, hogy ilyenek ne pofászanak bele abban, hogy a technika zár le mit. Lássuk tehát a törvényt magát. Itt három kérdést emelnék ki, vagy inkább kettőt, az egyik a költségvetés kérdése, a másik pedig a személyi ügyek kérdése. Az egész törvényt azért adja át, és itt a bírói függetlenségről van szó, mert a bíró függetlenségéből nagy részt következik az intézmény, a bíróság függetlensége is, ami nem ugyanaz, ahhoz még ugye más intézményi garanciák is kellene, például kiállapítja meg a költségvetését, kitűnően működik egy független közigazgatási bíróság, hogyha mondjuk 0 forint az az évi működési költség. Na de ez garantálva van a törvényben, és javaslatot az igazságügyi miniszter állítja össze. Ugyanígy az igazságügyi miniszter hagyja jóvá a törvényszékek, például a nagyobb városokban vannak törvényszékek, másodfokon pedig egy felső bíróság jön létre,
külön a rendes bírósági szervezettől. Tehát a fúria már nem fog beleszólni ebben, a bírók nem azok a bírók, akik nem azok lesznek a követelmények velük szemben, amik ma egy bíróval szemben, ezt most mindjárt mondom. A következő ilyen mókás, hogy a bíróságok ugye szervezeti működési szabályzatot kell összeállítsanak, amit a miniszter hagy jóvá, de ha nem hagyja jóvá, mondja a 34. paragrafus, akkor a bíróság elnöke a miniszter kifogása szerint 30 napon belül köteles azt módosítani. Szóval ez a Panikó bácsi szól, hogy Pistike a folyó az nem jéve van, hanem ellipszentesek ezt átjavítani. Na most ez már ezt a függést, a bíróság függését, az intézményi függésen magában szépen megfogalmazza. Ugyanez vonatkozik az igazgatási feladatokra, amelyeket szintén, ahogy mondja a törvény, a maga jófejlőzés fogalmazása, a miniszter várt el, de hozzáteszik, mert rohadt rossz a lelkismeret, hogy a bírói függetlenség biztosításával együtt. Mert ugye nagyon tudják, hogy ez. Majd második bekezdésben hozzáteszi, hogy ennek a jognak a gyakorlása során a miniszter a bíróságot kötelező határozat hozatalára nem jogosult. Ha csak törvény eltérően nem rendelkezik. Szóval az tényleg jelentős, hogy idézi ez az egész dolog. És ennek keretében rendelettel szabályoz a bíróság igazgatását. Tehát ennél szebbet nem láttam, mint hogy egy miniszter ilyen rendeletben. A második, és ugye a vége felé járok, a második a személyek. Hát ez csodálatos. Van a közigazgatási bíróságoknak egy személyi tanácsa, vagy lesz egy személyi tanácsa. Ez a személyi tanács 8 tagból áll, de ebből csak 4 lesz bíró, a másik 4-et az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, az Igazságügyi Minisztérium, ez kihathatatlan. Egy nélkülözhetetlen szervezet. Most látják, hogy azért a jogászok azok tartják fenn a nem jogállamot is. A legfőbb ügyészség és az ügyvédi kamara delegálja. Ez egy nagyon fontos szerv lesz, ez a személyi tanács, mert ez fogja a pályázatokat, pontokat, a pontszámot, ez állapítja meg, és ezt tesz javaslatot azok, tehát a rangsorolja a pályázatokat. A bírósági fogalmazott és a titkát, amelyik ugye a legalsó, az első lépése annak, hogy valaki bíróvá váljon, azt már eleve a miniszternek veszik ki. A bíróság elnökét szintén, a közigazgatási, a helyi törvényszékek elnökét a miniszter nevezi ki, de hogy ne legyen itt valami lapszus, ennek a kinevezésnek a feltételeit is ő maga mert magának mondja a 42. paragrafus harmadik bekezdése, majd nyilván megállapítja, hogy betartotta a saját magát. És ennek megfelelően mondja a 38. bekezdés, a vár teszek a Szombathelyre, nem tudom, a nagyobb városokban lesznek ezek a törvények. A bíróságok elnöke felett értelemszerűen mondja a 38. paragrafus, a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorlatilag. No, a bíróság létszámát a miniszter határozza meg, és a személyi nyilvántartást a miniszter vezeti. Most miután a törvényszékek fölött van egy másodfokú, tehát egy magasabb ügyezett közigazgatási felsőbíróság, az ember azt gondolja, hogy valahol előjön, de hogy az tulajdonképpen az önkül egy kötelező jogegységességi határozatokat hoz, amik kötelezőek a törvényszékekre, azt a testület hozza, de gondoltam, hogy a felsőbíróság elnöke, akinek a neve már összeállt a forog, ő a bírság király tudják, akikkel felmosta a miniszterelnök a Közszolgálati Egyetem folyosóját, ennek az óvodás bírságnak a kapcsán. Rátaláltam a 47. paragrafusban, a következőket csinálnak, és gondoltam, hogy nem most itt az ellensúly, hogy majd ő megmondja a miniszternek, hogy nem tudom mi. Következőt csinálja. Évkönyvet ad ki, fórumot szervez, és a miniszter felkérésére véleménye személyi javaslatokat. És ezzel eljutottunk a bíróvá válás, aztán a bírók kinevezéséhez.
A törvény azt mondja ki, hogy kiemelkedő jogi ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező személyeket lehet bírónak kinevezni. Azt nem mondja, hogy jogásznak kell lenni. Tehát nem kell jogi diplomával rendelkezni. Kinevezek, és példákat sorol fel, hogy közigazgatási hatóságnál dolgozott, ez egy személyigazolványokat állított ki, vagy jogosítva, abban meg kitűnő bíró lesz. Én azt hittem eddig, hogy ez egy szakma, de nem. Vagy közigazgatási eljárási jogszabály véleményezésében részt vett. Ettől már alkalmas arra, hogy kiemelkedő jogi ismeretekkel rendelkezzen a pályázaton, a miniszter írja ki, és az a bizony személyi tanács rangsorolja. Most itt jön megint valami kérdezői fordulat, vagy gyöngyszem. A bíróság elnöke fölterjeszti ezt a személyi tanács által rangsorolt és pontozott listát a miniszternek. A miniszter a rangsorolást megváltoztathatja, és az első helyre rangsorolt helyet a saját maga által. Első helyre rangsoroltat terjeszti fel a köztársaság elnöket. Nem kell, hogy a második köztársaság. Nem én találom ki ezt. Ez túl, én nem vagyok ilyen szellemes ember. Végül, ha még így sem megy a dolog, akkor még ott van egy harmadik bekezdő, a miniszter a pályázatot eredménytelenni is nyilváníthatja, negyedik bekezdés, sőt, állás pályázat nélküli betöltését. Ezt nem akarok már tudni, de lassan eljöttünk oda. Na végre ki van nevezve a bíró, a miniszterhoz kell bementem Soroksára, csak ott fog bíráskodni. És jön a 61. paragrafus, a bíró áthelyezése. Hát mi a fenének osztottam egy Soroksára, hogyha következő nekem kap a Pali egy levelet a minisztertől, hogy irány surány, vagy nyíregyháza. Ugye a 6 gyerekes bíró, majd hétvégén, szombat este megérkezik Nyíregyházára, mert áthelyezte. Miniszter, akinek más szolgálati helyet vetően kirendeléséről a miniszter dönt, hová, ez is a törvényben van, hát hivatalokba helyezi át a bírót. Ugye az volt az alap, hogy kiemelkedő jogi ismeretek és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, tehát közigazgatási hatóságnál dolgozott. Hová helyezi ki? Hivatalokba. Köztársaságelnök hivatala, alkotmánybíróság hivatala, ügyészségi, megyei kormány hivatal. Tehát megnézi, hogy nyomják rá a pecsétet a jogosítvány. A cél a 81. paragrafus harmadik bekezdés szerint, hogy a bíró az érintett szerv tevékenységében szakmai gyakorlatot, ismereteket szerezze. Ez az a bíró, aki kiemelkedő ismeretet. Mondom, 81. paragrafus harmadik bekezdés. Hát ennek az egész kirendelésnek külön van egy dalmakrészkar hatása, hogyha olyan, ugye, nem csak a telefon, hanem hogyha nagyon viszi, akkor mehet a fenébe. Hogy kéne kinézni egy alkalmas közigazgatási bírónak, csak most megint vissza megyünk Németországba, 2 hónappal, ezzel 3 hónappal ezzel itt volt a német közigazgatási felsőbíróságnak az elnöke, és elmondta, hogy Németországban csak olyan emberekből válhat bíró, akik meg tudnak felelni a szakmai és ítélkezési kiválóság követelményének, de emellett belső függetlenséget és szuverenitást is bizonyítanak. Ilyen személyiségeket kell pozícióhoz juttatni, mert ez a bírák legitimációjának egyetlen eleme, egyetlen forrás, hogy a német mondja, és azzal folytatja, hogy mivel a jogállami alapokon álló állam a bírák személyes és szakmai kiválóságán alapszik, a közigazgatásnak és a politikának gondoskodnia kell arról, hogy a bírák kiválósága intézményi személyes és szakmai függetlensége biztosítva legyen, és ne alakulhasson ki az a gyanú, hogy a téves döntés az igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának az eredménye. Hát akkor összefoglalnám az elmondottat. Az elmondott
most komolyra fordítsuk a szót, tényleg látszik, hogy az a jogállami garancia, amit a mostani közigazgatási bíróságok azáltal biztosítanak, hogy ilyen ítéleteket hoznak, amiket elmondtam, ez megszűnik. A bírói kontroll megszűnik, a újabb ellensúly lesz ledarálva, és újabb garanciát, jogállami garanciát semmisítenek meg. Az új közigazgatási bíróság ugyanúgy, mint az állami számvevőszék, vagy az ügyészségek, ennek a szűk csoport által kisajátított közhatalomnak az ökölévé válnak, mint annak idején a szabó segédnek a hivatala, lesújtanak, hogyha valaki. Tehát ilyen ítéletek, vagy Paks 2, meg hogy ezek ne zárják, ilyenek elfognak most már születni. Ez az elmondott konstrukcióban azt hiszem teljesen világos. Tehát ez semmilyen történelmi tradícióval, vagy azzal, hogy ez mások is így van, mert lehet példát hozni, hogy mások vagyogják meg. De azért nem lehet hozni, mert egy jogállami rendszerben egészen másik hangszalak azok a szavak, amiket most elmondtam. De ez a konyakés esete, amivel lehet sárgalépán tucolni, és azban szúrhatom a szomszédomat. Szóval vissza, hogy ezt Balázs miniszter elmondta, visszajár a fordulnak a jogállami intézmények, hogy nem jogállami rendszerbe, tehát nem a fejéről a talpára kéne állítani a dolgot az, hogy egyáltalán erről beszélni lehessen. Én úgy láttam, hogy, és ez az utolsó szavam ebben az ügyben, úgy láttam, hogy ez a közigazgatási bíróság, melyikkel kapcsolatban nem várták meg a Velencei Bizottságnak a jelentését, az örökök a tanács akkor, akik itt voltak, pedig tavaly nyáron kérte a Gyurcsány miniszter úr, de valamilyen oknál fogva nyilván az európai választások miatt neki egy sürgős lett egy lista vezetőnek. Tehát ezt a véleménybe sem várva áthajszolták, és ez tulajdonképpen az igazságügyi miniszter, hogy képes beszéddel éljek, villája falához rakott kutya, amire ráírták, hogy közigazgatási bíróság, de hát ettől a kutya marad, nem is beszélve a lakóiról. Köszönöm szépen!